događaja srdačno pozdravljamo učenike završnih razreda, kao i njihove roditelje, rođake i prijatelje. Pozdravljamo predsjednika opštine Ada, Zoltana Bilicki, predsjednika Skupštine opštine Jožefa Tobijaša, predstavnike obrazovnih institucija, nastavnike škola, kao i sve poštovane prisutne. Tisztelettel és szeretettel köszöntünk ezen a nagy napon minden végzős diákot, valamint szüleiket, rokonaikat és barátaikat. Köszöntjük Adaközség polgármesterét Bilicki Zoltánt, Tóbiás Józsefet, a községi képviselőtestület elnökét, a helyi oktatási intézmények képviselőit, iskolán tanárait, valamint minden kedves jelenlévőt és vendéget. Molimo vas da srdečno primite ovaj program kojim se opraštamo od učenika završnih razreda. Program započinjemo sa jednim dinamičkim plesom plesne grupe Midnight. Posle plesa molim predstavnike Đačkog parlamenta Zalana Herbetanja i Adriana Mitrovića da kažu oproštenu reč maturantima. Kérjük Önöket, fogadják sok szeretettel alkalmi műsorunkat, amelyel búcsút veszünk végzős diákjaimtól. Műsorunkat egy pörgős táncformációval kezdjük a Midnight Tánccsoport közreműködésével. A bemutatót követően felkérem a Diák Parlament képviselőit, Herbaténi Zalánt és Mitrovics Adrián, hogy búcsúztassák el hallgatóinkat. I'm so
Dragi maturanti, poštovani nastavnici, dragi roditelji i gosti, danas vam je zvono posljednji put zvonilo u vašu čast za vaše slavije. Godine pune truda su iza vas, ali uradili ste to, tu ste, pobedili ste. U životu ćete imati bezbroj važnih trenutaka koje nikada nećete zaboraviti. Ovaj današnji dan je jedan od njih. Oproštaj od dosadašnjeg života, a u izvesnom smislu i od sebe sami. Osvrt na dosadašnji životni put, svođenje računa, analiza prošlosti i pogled u budućnost. Ovdje se formirala vaša ličnost, među ovim zidovima ste od dece postali odrasli ljudi. Prošle godine smo na licima maturanata opazili povrat rastanka. Sada i vi to možete da iskusite. Osjećanja su vam pomešana. Čeznete za nečim novim i već sada osjećate da će vam nedostajati prijatelji i nastavnici. Nedostajat će vam srednje školske godine. Verujem, a to nije samo moje mišljenje, da su vaši nastavnici i sa ljudske i sa stručne strane jako dobri. Velika je njihova zasluga za sve što ste do sada postigli i što ćete postići u budućnosti. Zahvaljujemo im se na radu i trudu. Zahvaljujemo se i vašim roditeljima koji su vas uvek podržavali, bili uz vas i u najtežim trenucima. Svima koji danas slave pripada zahvalnost što ste vi danas tu. Sada ćete napustiti srednju školu, ali njena vrata će vam uvek biti otvorena. Vi ćete uvek tu pripadati, uvek ćete biti članovi VŠC porodice. Ovdje ste uvek dobrodošli. Ovdje ste odrasli, ova škola vas je odgajila. Ponesite sa sobom i čuvajte naslijeđe koje ste ovdje dobili i prenosite ga dalje. Budite dostojni uzori onima koji dolaze posle vas. Iskreno se nadam da ćete svi uspjeti da stignete tamo kuda vas želje i snovi vode. Živite u velikom svetu, tako da uvek možemo biti ponosni na vas. Kedves ballagok, tisztelt tanáraim, kedves szülők és vendégek! Ma utoljára szólt nektek a csengő, a ti tiszteletetekre, a ti ünneplésetekre. Nem semmévek vannak mögöttetek, de megcsináltátok. Itt vagytok, győztetek. Az életben számtalan meghatározó pillanat lesz, melyet soha nem fogtok elfeledni. Ez a mai nap egy ilyen közülük. Búcsúzás eddigi életetektől, bizonyos értelemben önmagatoktól is. Visszatekintés korábbi életutatokra, számadás, leltár az elmúltakról és előretekintés jövőtök, céljaitok felé. Így formálódott egyéniségetek a sokat látott és sok minden megért valak között. A véglement változás jelentős. Itt váltatok gyermekből felnőtté. A tavalyi ballagok arcán már megfigyeltük az elválás ünnepélyes fájdalmát, most ti is ezt tapasztaljátok. Érzelmeitek talán vegyesek. Valami újra vártok, és már most érzitek, hogy hiányozni fognak a barátok, tanárok. Hiányozni fognak a középiskolás évek. Azt hiszem, nem csak az én véleményem, hogy az iskola tanárai mind emberileg, mind szakmailag nagyon jók. Az ő érdemük is mindaz, amit életetek során eddig és majd a jövőben elértek. Köszönjük a munkájukat és türelmüket. Köszönjük szüleiteknek, hogy mindig támogattak benneteket, kitartottak és mellettetek voltak a legnehezebb napokon is. Mert valljuk be, volt azért néhány belülük az elmúlt évek alatt. Mindenkinek, aki ma benneteket ünnepel, nagy köszönet jár azért, hogy itt lehettek. Most elhagyjátok a középiskolát, de a kapuja mindig nyitva áll előttetek. Ti mindig ide tartoztok, mindig a VŠC család részei maradtok. Ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban, bárhová is sodorjon benneteket az élet számos vihara. Itt nőttetek fel. Ez az iskola éltetett és táplált benneteket. Vigyétek magatokkal, őrizzétek és adjátok tovább ezt az örökséget, amit itt kaptatok. Legyetek méltó példaképei az utánatok jövőknek. Őszintén remélem, hogy mindegyikőtöknek sikerül megérkezni oda, ahova a vágyai, álmai vezérnek. Úgy éljetek a nagy világban, hogy mindig büszkék legyünk rátok.
sada nastupaju učenici završnih razreda. Primite srdačno ovu pesmu iznenađenja od benda četvrtih razreda, sa kojom se u ime svih maturanata opraštaju. Zatim molim Marka Matkovića i Ivana Cucića da podele sa nama razmišljanja u vezi škole. Most pedig Ballagú diákjaink következnek. Fogadják sok szeretettel negyedikesei zenekarát és meglepetés dalát, melyel a végzős diákok nevében búcsúznak. Majd felkérem Matkovics Márkot és Iván Cucityot, hogy osszák meg velünk az iskolával és ballagással kapcsolatos gondolataikat. Yeah.
Subota. Ceo dan pada kiša. Razmišljam, pre samo 4 godine pisao sam sličan govor za program opraštanja od osnovne škole. Napolju je tmurno, sve je sivo. Nadam se da to simbolično ne najavljuje naše buduće živote nakon završetka školovanja u tehničkoj školi. Prolazi mi kroz glavu slika, toliko puta sam se nervirao sutra pismeni i zaboravio sam da napišem domaći. Obećao sam nekom profesoru da ću baš ja uraditi prezentaciju za sljedeći čas, dobit ću dobru ocenu, dokazat ću mu da znam, a i njemu će tog dana, bar taj jedan čas, proći u miru. Toliko nedoumica, toliko puta sam želeo da pobegnem sa časa, a ostao sam. Često sam pomogao drugarima, nekada tačno pre kontrolu, i bilo mi je drago kada smo na kraju svi dobili dobre ocene, pozitivne. U ovakvom raspoloženju proletelo mi je 4 godine. Još koji dan dolazim u ovu školu da rešimo neke administrativne poslove i šta postaje. Ustaćemo jednog jutra, bez obaveza, neće više biti pritisaka ni zbog jednog profesora, ali pred nama će biti ceo život, sve vreme ovog sveta. Neki od nas bi želeli da studiraju, da svoja nova znanja, učenje, zarade novog titula u životu. Neki od nas i neće studirati, ali bi voleli da se bave baš ovim što smo učili svih ovih godina. Kiša još uvijek pada, ali ja još ne znam šta ću. Znam samo da svakom od vas koji ste potrošili svoje vreme i strpljenje na mene, na nas, na naše vaspitanje i obrazovanje, da vam zahvalim. Kapunkkal mennyit mi magunk is adtunk, és ezekkel a szavakkal élve én mindenkit a szívem mélyről jövő örömereivel szeretnék köszönteni itt a ballagáson. Kiemelném azokat, akik éppen most készülnek berakni középiskolás éveiket az emlékek feliratú végállathatatlan dobozményére. A mai napon már mindegy, ki hogyan is érdemelte meg az itt létet, éjszakában nyúló tanulással, folytonos gyomorideggel, szünetekben összeaplikált parányi puskákkal, csellel vagy éppen gáncsal, de talán némi felső hatalomtól származható erővel. Most csak nézzünk körül. Itt vagyunk, könnyek között boldogságban az arcunkon, sietünk a jövőbe tartó vonatra. A mai napon már nincs időnk közhelyes és néhol már túlfűtött nosztalgiára. Ebben az órában, melyben minden láncunkat letépve rohanunk az életnek nevezett időintervallum sűrűjébe, már nem kell a múlt laza történeteink törvénk a fejünk. Impressionistaként a pillanat hatásával el kell révednünk, közben tervek vázalat felépítenünk magunkban. Akkor hogyan tovább érkezik felénk ez a kikerülhetetlen kérdés? Létezik-e erre olyan válasz, mely egyszerre az igazságot írja, és a kérdező számára is kielégítő? Egyáltalán nem. Apró céljainkat persze megoszthatjuk, sőt meg is kell, de az, hogy mit is tartogatnak számunkra az eljövendő évek, nem is sejtjük. Úgy érzem, célunk ebben az életben talán az, hogy az elkövetkező időkre felkészítsük lelkünket, és bátran nézünk szembe az akadályokat. De hogyan kell felkészülni? Honnan tudhatjuk azt, hogy eléptük a magabiztosság leghatalmasabb fokát? A válaszért nem kell messzire mennünk. A Sose Hallom Meg című magyar filmben hangzik el az alábbi párbeszéd a két főhős között. Nem tudok táncolni. Számít? Ebből a pár szóból már leszűrhetjük a titok mítját. Tisztában kell lennünk gyengeségeinkkel, azonban készen kell állnunk a hibák korrigálására. Nem tudhatunk mindent, de a szívünk mélyén ott egy apró szikra, mely átvezet a nem tudás a sötét ösvényeit. Ez a parányi adottság az ösztön. Az ösztön tanít meg arra, hogy elég, ha néha behúnyunk szemünket, és hagyjuk, hogy testünk szabadon és megkötések nélkül tegye a dolgot. Egyetlen korlátunk az életben az elménk és a tulajdon testünk. Egy csöpp könnyelműséggel és bátorsággal, viszont a magunk urává válhatunk. Amint ezt felfogjuk, felülkerekedhetünk az életen, ez pedig a legnagyobb célunk kell legyen. A mai nap után csak úgy haladhatunk tovább, ha felfedezzük a valódi személyiségünket, mely orrból igen keményen elrejtőzött. Ezt okozhatják a kívülről jövő impulzusok is, de leginkább mi vagyunk érte felelősek. Le kell bontanunk azokat a falakat, melyeket a külvilág és a saját gyengeségünk emelt. Csak így állhatott belénk a tudás fénye, és saját sugarainkat is így mutathatjuk meg a minket körülvevő világunk. Merjünk szabadon élni, gondolkodni, legfőképpen pedig alkotni. Tegyünk arról, hogy emlékezzenek ránk, hagyjuk meg nyomainkat a külvilágunk.
Az elévendők csak így tanulhatnak a hibáinkból, vagy éppen gyűjthetnek energiát, hogy később maguk is erősebbé válhassanak. Az életnek egyetlen titkomat. Élni kell, és tekintetünket az előttünk álló útra kell vetnünk. Azt kívánom mindenkinek, legyen bármilyen idős is, hogy gondolkodjon el ezeken a szavakon, és fedezze fel önmagát, ne féljen az akadályoktól, hiszen a láthatatlan lélek végül úgyis legyőzi a látható nehézséget. Végezetül pedig mindenkinek eredményes és felhőtlen életet kívánok. Naše škole. Dragi maturanti, primite sa ljubavlju ovaj kratak program vaših nastavnika. Oni vam ga svim srcem i svom dušom predstavljaju. Hát ilyen beszédek után kicsit nehéz megszólalni, de pörgessük fel egy kicsikét a hangulatot, ugyanis a katedra után iskolán tanárai a főszerep. Kedves végzősök, fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel a kis meglepetés műsorokat. Élvezzétek! Fogadjátok szeretettel tőlünk, és csak azt tudom mondani, hogy milyen jó mesőcsesnek lenni, hogyha ilyen tanárok vannak ott, ugye? És ilyen diákok. Pa ih ponekad srednem u letu. Da li je to sudbina i ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se zadruži s nekom od naših pesama. Moji su drugovi žestoki momci velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca, gore od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina i da nas čuvamo, da su najbolje žene, uvek kore nas, jer ovaj život je prav, i prosudim za vas. Ja molim vetrove za puna jedra. Kud tebe sigurne, a noći zvezdane, jutra vedra. Da li je to sudbina i ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još boli nas to, da je pesme i vina i da nas ljuba to, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovo život je kraja i prostor za čas. Da smo živi i zdravi, još boli nas to,
su drugoj, visere na sobi po celom svetu. A ja sam selica, pa ih ponekad sednem u letu. Da je to sudbina i ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Uvek se završi s nekom od naših pesama. Hvala.
az az igazság, hogy ilyen gyönyörű pallagói búcsóbeszél után, illetve az zeneszám után szóhoz sem jutok, de kénytelen leszek elmondani a mai beszédemet. Postovani Gosti, drági Szecseni Skupe, drági Roditei, drági Maturanti, Zahvána sam sudbini što danas mogu ovdje da vas pozdravim i što možemo zajedno da slavimo i radujemo se vašem uspehu. Jedan značajan životni period za vama, vaše srednjoškolske godine, tokom kojih ste se menjali, razvijali i formirali svoju ličnost. Polako se već nazire ko će kojim putem da krene dalje. Ali kakav će biti taj put koji ćete izabrati, to još niko ne zna. Pred vama stoji bezbroj mogućnosti. Verujem da ćete lako moći da se izborite sa budućim izazovima i da ćete od ponuđenih mogućnosti uvek izabrati onu koja je najbolja za vas. Želim vam da je nebo iznad vas uvek bude sunčano. Odlučno, zadovoljno i istrajno koračajte napred. Ako vas na tom putu ponekad obuzme očaj, zastanite na trenutak i odahnite. Sjetite se lijepih dana provedenih u školi. Dobijenog znanja, svojih nastavnika i njihove ljudskosti i ljubavi, što će vam dati dovoljno snage da krenete dalje. Naši putevi se polako razilazi, ali verujem da će se jednom negdje ponovo ukrstiti. Primite od mene na rastanku sljedeće reči Iva Andrića. Možda je istina, možda ne znamo šta imamo dok to ne izgubimo, ali možda je istina i da ne znamo šta nam nedostaje dok to ne nađemo. I u vašima se zahvaljujem vašim roditeljima, orijenskim starešinama i svima onima koji su vam pomagali na dosadašnjem putu. Želim vam lijep provod danas. Tisztelt vendégek, kedves ünneplő közönség, kedves szülők, kedves kollégák, kedves ballagó diákok! Hálás vagyok a sorsnak azért, hogy a mai napon itt köszönhetlek titeket, és közösen ünnepelhetünk, örülhetünk sikereiteknek. Életetek egyik meghatározó szakaszát tudhatjátok magatok mögött, a középiskolás éveiteket, amely alatt együtt változtatok, fejlődtetek és formálódott forradt a személyiségetek. Az, hogy ki merre folytatja az útját, már körvonalazódni látszik. De hogy milyen lesz az az út, amerre léptek, azt még senki sem tudja. Ami előttetek áll, az a végtelen lehetőségek tárháza. Bízom abban, hogy a mindennapjaitokat megnehezítő kihívásoknak könnyedén meg tudtok megfelelni, és a kínálkozó lehetőségek közül mindig megtaláljátok majd a számotokra a legjobbat. Kívánom nektek, hogy mindig napstörte égbolt ragyogjon felettetek, céltudatosan, elégedetten és kitartóan haladjatok előre. De ha mégis kétségek gyötörnének, pihenjetek meg egy pillanatra, és emlékezzetek az iskolában eltöltött szép napokra, az itt kapott tudásra, tanáraitok emberségére, szeretetére, amely majd elegendő erőt ad a folytatáshoz. Útjaink lassan elválnak, és hiszem az, hogy egyszer valahol ismét keresztezni fogják egymást. Fogadjátok tőle búcsúzóul Vörös Marti Mihály keserű pohár. Gondolj merészet, és gondolj nagyot, és tedd rá életed. Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Nevetekben, és köszönöm szüleiteknek, osztályfőnökeiteknek, tanáraitoknak, és mindazoknak a fáradozását, akik segítettek titeket eddigi utatokon. Kívánok nektek a mai napra jó szórakozást! Sledi dodjela diploma. Molim razredne starešine da dodjele diplome maturantima.
diplomaosztó ünnepség következik. Megkérem az osztályfőnököket, hogy adják át a diplomákat a ballagónak. Először is szólítanám a négyek osztályfőnökét, Civeri Attila tanárurat, hogy a számítógépes szerkesztő gépész-technikus ballagóinak adják a diplomákat. Gratulálunk Almási Emilnek, a 4-1 osztály tanulójának a középiskolai diploma megszerzéséhez. Beszédes Mátét is a színpadra szólítjuk, hogy vegye át a diplomáját és fogadja a gratulációkat. Bicskei Dávid is sikerrel vette az akadályokat, gratuláljunk neki! Dobó Róbertnek, a 4-1 osztály tanulójának is szeretném gratulálni. Dicséret illeti Fekete Endrét kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért. Hajtsunk előnek és gratulálunk a diploma megszerzéséhez. Nyitott a rátermettségét, és sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait. Gratulálunk Lőrinc Szilveszternek kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért. Színpadra szólítjuk, ha vegye át diplomáját és fogadja a gratulációkat. Hollai Tamásnak, a 4-1 osztály tanulójának is gratulálok a diploma megszerzéséhez. Simon Ákos, dicsérő oklevelet vehet át kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért. Kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, valamint a testnevelés terén elért eredményért dicsérő oklevelet vehet át Vince Dániel. 4-1 osztály tanulója. És most szólítanám a számítógépes vezér és technikus, a CNC technikus osztályfőnökét, Nagy Évát, hogy legyen szíves átadni az osztályának a diplomát. A 4-2 osztály tanulója kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért dicsérő oklevelet vehet át. Gratulálunk Bodza Rihárnak is a középiskolai diploma megszerzéséhez. Bizonyított a rá.
érettségét, és sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait. Budai Zoltán kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, valamint a testnevelés terén elért eredményeiért vehet át dicséró oklevelet. Csernák Fábiánnak is gratulálunk színkitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, valamint a magyar nyelv és irodalom terén elért eredményeiért. Dicséret életi Farkas Gábor, színkitűnő tanulmányi eredményeiért és példás magaviseletéért, a magyar nyelv és irodalom terén elért eredményekért, valamint az iskola diákparlamentjében végzett munkájáért. Fehér Ákos, kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, valamint a testnevelés terén elért eredményért vehet át dicsérő lapot. Kordán Leventének is gratulálunk színkitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért. Hegyesi Kornélt is színpadra szólítjuk, ha vegye át diplomáját és fogadja a gratulációkat. István Dániel, a 4-2 osztály tanulója, kitűnő tanulmányi eredményéért vehet át a dicséró levelet. Gratulálunk István Viktornak is diplomája sikeres megszerzéséhez. Kincses Csongor is kitűnő tanulmányi eredménnyel és példás magaviselettel zárta az évet. Gratuláljunk neki! Kisbicskei Vivienne-nek is szeretnék gratulálni a diploma megszerzéséhez. Kocsmár Márk kitűnő tanulmányi eredménye és példás magaviselettel zárta a tanévet. Gratulálunk! László Tamás kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, valamint a gépészet terén elért kimagasló eredményért kap oklevelet. Magó Balázsnak is gratulálhatunk a diploma sikeres megszerzéséhez. Mester Sebastiánnak is szeretném gratulálni a középiskola sikeres befejezését.
tevékenységhez. Kérjük a Dandi Kuti Kornél, fáradjon a színpadra, hogy átvesse a középiskolai diplomáját és fogadja a gratulációkat. Novák Balázs, a 4-2 osztály tanulója, a Diák Parlamentben végzett munkájáért is dicsérő oklevelet vehet át. Pozsár Leó szintén kitűnő tanulmányi eredménnyel és példás magaviselettel büszkélkedhet. Rácsabó Norbert a testnevelés terén elért kimagasló eredményeiért és dicséretben részesül. Sarnai Beatrixnek is szeretném gratulálni a diploma megszerzéséhez, valamint kitűnő tanulmányi eredményéhez és példás magaviseletéhez. Sikeresen befejezte a középiskolai tanulmányait és átveheti diplomáját. Vastag Lászlót is színpadra szólítjuk, vegye át diplomáját és fogadja a gratulációkat. És most felkérném a számítógépes elektrotechnikusok osztályfőnökét, Fekete Lajos, hogy adja át a 4-3 osztály hallgató lények. Gratulálok Andrushoz Sebastiánnak a középiskolai diploma megszerzéséhez. Bajusz Rékának is szeretném megköszönni 4 éves munkáját, és kérjük, vegye át diplomáját. Burán Károly kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, az elektrotechnika terén elért kimagasló eredményeiért, valamint a Diák Parlamentben végzett munkájáért kap dicséretet.
középiskola sikeres befejezéséhez. Színpadra szólítjuk Göndör Mátét, hogy vegye át diplomáját és fogadja a gratulációkat. Károlyi Dániel is sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait. Gratuláljuk neki sok szeretettel! Dicséret illeti kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, kiemelkedő fotózási tevékenységéért és a Mösöce TV és Diákparlament munkájában vállalt nagyon-nagyon fontos részvételéért. Sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait és átveheti diplomáját. Martonosi Nikolettnek is szeretnénk átadni a középiskolai diplomáját, gratuláljuk neki is! Valamint a Diákparlament munkájában vállalt fontos részvételéért. Kérjük, hogy Nagy Anasztáz a 4-3 osztály tanulója is fáradjon a színpadra, hogy átvehesse egy középiskolai diplomáját és fogadja a gratulációkat. Sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait és átveheti diplomáját. Simon Robert kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért a Mösöce TV és a Diákparlament munkájában vállalt részvételéért vehet át dicsérő oklevelet. Szügyi Ervint is színpadra szólítjuk, hogy vegye át diplomáját. És sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait és átveheti diplomáját. Gratulálunk Weber Robertnek színkitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért, és köszönetet mondunk az iskola diákparlamentjében végzett kitűnő munkájáért.
Sledi četvrto četiri razred, odeljenska starešina Natalija Bratić. Čestitamo Slobodanu Vince za odlično učenje i pripremno vladanje. Također čestitamo Nikoli Grbiću za odlično učenje i primjerno vladanje. Čestitamo Nenadu Matijaševiću za uspješno završeno školovanje. Čestitamo Kristijanu Preda za postignute rezultate iz fizičkog vježbanja. Čestitamo Ivanu Sevdaru za odlično učenje i primjerno vladanje. Čestitamo Ivanu Cuciću za izuzetno zalaganje i izuzetan uspjeh u okviru predmeta elektrotehnike, kao i za odlično učenje i primjerno vladanje. Čestitamo Luki Šević za uspješno završeno školovanje. Zsombornak is gratulálunk a középiskolai diploma sikeres megszerzéséhez.
színpadra kérjük, hogy átadhassuk nekik középiskolai diplomáját. Sikeresen teljesített és átveheti diplomáját. Gratuláljuk neki! Lakatos István kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért kap dicséretet. Gratulálunk Nagyabonyi Márknak a középiskola sikeres befejezéséhez. Színpadra kérjük, és fogadja a gratulációkat. Holland Robert kitűnő tanulmányi eredményéért és példás magaviseletéért kap elismerést.
Vilmos neki szívvel gratulálunk a diplomájához. Sikos Szabolcs is sikeresen teljesített, gratuláljuk neki! Sörös Tamásnak is gratulálunk az iskola sikeres befejezéséhez. Sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait, gratuláljunk neki! Magyar Adonis is sikeresen befejezte középiskolai tanulmányait, gratuláljunk! Pízlár Emánuel is színpadra kérjük, hogy átvehesse diplomáját a sikeres iskola befejezéséről. Gospodina Zoltana Bilicki, da
Matilda igazgatónőt és Bügyécki Zoltán polgármester urat, hogy osszák ki a diplomákat és a jutalomkönyveket az arra érdemes diákoknak. És továbbra is, 4-2 osztály, Farkas Gábort szólítom, hogy vegye át a diplomáját. Gordán Leventét is kérjük a színpadra, 4-2 osztály tanulóját, hogy vegye át diplomáját. És hogy ne maradjam ki a hölgyek, Rózsa Barbarát is szólítom, hogy vegye át a diplomáját. És mint minden évben, idén is kihirdetjük a szakma legjobbjait. A fémmel munkálógép kezelők legjobbja Olaf Robert, akinek a Péter Rébei Leikauf Metall Bearbeitung cég nevében igazgatónőnk Gilice Hilda adja át az ajándékcsomagot. A falazó vakoló kőműves szakma legjobbja idén Balassa Ernő lett, az ő ajándékcsomagját az Adai Akkot Regányát cég nevében Csonka Márton adja át. Proglašavamo učenika generacije za 2022. godinu. Svake godine je veoma teško odlučiti koji od učenika najzaslužniji za ovu nagradu, a ove godine to je bilo najteže. A 2022-es végzős generáció legjobb tanulóját hirdettük ki. Mindig nehéz eldönteni, hogy ki az a tanuló, aki leginkább érdemes erre a jutalomra. Az idei évben ez különösen így volt. A magyar nyelv és irodalom terén kimagaslóan teljesített, minden évben kiemelkedő résztvevője volt az iskolai, községi és körzeti versenyeknek, sőt, az idén eljutott az országos megmérettetésre is, aktív és oda
képészeti, szakmai versenyeken is mindig megállta a helyét. A generáció legjobbjaként szólítom Farkas Gábort, a 4-2 osztály tanulóját. Približavajući se kraju programa opraštanja, zahvaljujemo se svim učesnicima programa, kao i onima koji su doprineli da se program realizuje. Molimo maturante da se ponovo postroje za izlazak. Valogásmi nevség végéhez közeledve, megköszönjük a műsorban résztvevőknek, hogy közreműködésükkel hozzájárultak ennek a jeles hangulatnak a méltó megünnepléséhez. Megkérjük hallgatóinkat, hogy sorakozzanak fel újra a kivonuláshoz. Ovim je program završen. Želimo maturantima mnogo uspeha u životu. Roditeljima, rođacima, prijateljima, nastavnicima i svima prisutnima zahvaljujemo na učešću. Kako bismo ovako zajedno mogli da se oprostimo od maturanata? Želimo vam lijep proglad do nastavku večeri. Do viđenja. Ez zárkodni műsorunk végéhez ér, további sok sikert és boldogságot kívánunk a ballagó diákoknak, szüleiknek, rokonoknak, barátoknak, tanároknak és minden jelenlévőnek köszönjük, hogy eljött és hogy így együtt búcsúztathatjuk végzőseinket. Az első további részéhez jó szórakozást kívánunk, meghívott vendégeinket pedig szeretettel várjuk egy álló fogadásra az iskola elvédőjébe. Viszontlátásra!